Sok szeretettel köszöntök megint mindenkit a Nincs időm olvasni kihívás találkozón. Gárdos Péter után Vecsei Hámikivel, mindenki hasinak emlegeti, ugye vele beszélgetünk, de ezt tudjátok. Hozott egyébként 3 poketet a nyereménybe, úgyhogy ez a 3 is benne lesz, úgyhogy érdemes kitölteni a kvízt, és abban maradtunk, hogy 1:30-ig tölthetitek ki, és 1:30-ig adjátok le itt a sarokban, és aztán majd a 3. beszélgetés résztvevőivel sorsolunk egyet. Úgyhogy én ezt be is teszem majd mindjárt a zsákba. Nem merem most, mert félek, hogy leesek a színpadról. Na hát itt van velünk Hasi. Az előbb is olyan jó volt. Köszöntjük egy tapssal, ahogy Pétert is. És hát mi ismerjük egymást már egy ideje, olvasás népszerűsítés kapcsán már beszélgettünk. De hát nyilván meg annyi interjút megnéztem veled, és meg annyi interjút készítettek is veled. Úgyhogy én egy kis kísérlettel készültem, hogy ne legyen már ugyanolyan, meg ne ugyanazokról beszélgessünk, és ne ugyanúgy kezdjünk. Ugye tudjátok, hogy irodalomterapeuta is vagyok egy ideje, úgyhogy onnan vettem egy módszert elő. És hát remélem benne vagy, ez tényleg egy kísérlet, és soha nem kezdtem még el így beszélgetést. Majd most kiderül, mi lesz. Hoztam érzéskártyákat, kérlek. Sziasztok. Adok neked. Egyébként sziasztok, igen. 10 darab érzéskártya van nálam. Ebben egyébként 5 negatív előjelű és 5 pozitív előjelű van, és szeretném, hogyha választanál belőle egyet, vagy ha úgy érzed, akkor kettőt, ami jelenleg a mostani periódusában az életednek leginkább az érzés, ami előjön, ha most erre gondolsz. És miért? De ez elég intim, tudom első kérdésnek. Nem, az a vicces, hogy pont van egy ilyen Fidéliós kiadvány, amiben különböző módon összeválogatnak embereket, és most engem is beleválogattak, és a Csúlya Imrével együtt vettek föl velünk egy videót, és ugyanígy ilyen kártyákat adtak, de nekünk véletlenszerűen kellett húzni, és akkor az volt, hogy az majd így összetart minket, az a kártya, és azt húztuk, hogy bor. És végül is összetart? Igen, és várjál. El is tettem, és azt mondtam, remélem, lehet, hogy itt van nálam, és azt mondtam a Csúlyának, hogyha egyszer lesz, itt van. Nézzétek? Bor. Szia, Péter! Szia. Puszi! És azt mondtam, hogy ha egyszer lesz borom, akkor az első üveg az övé lesz. Na, nézzük, hogy itt milyen típusú italok vannak. Ezek érzések. Erre egyébként. Akkor az nem lesz ott ilyen. Szóval érzések vannak rajta, úgyhogy nem feltétlenül főneveket fogsz találni. Szóval ez túlhajszolt eset le, az mehet. Az biztos. Az jellemző rám. Azt mondjam, hogy miért? Mondhatod, aha, de mondjuk a legjobb az lenne, ha egyet vagy kettőt kiválasztanál, ami leginkább jellemző most rád. Oké. Okay. Adok rá nyugodtan egy pár. A túlhajszolt az igaz, az mindenképpen. A szenvedélyes az is. Csapdába borult. Lehet, hogy ez is csak még szorult. Hát igen, csapdába szorult. Csúnyán írok, bocs. De mondjuk borult is jól hangzik. Igen. De úgy is néz ki, csapdába, szívecske, orult. Így is lehet olvasni. Hát ez a csapda dolog, ez lehet, hogy így van, de csak nem tudom még, hogy abba vagyok. De amúgy néha azt érzem. Miért? Nem tudom, néha úgy fekszem le, hogy az az érzésem, hogy bajba vagyok. Nem tudom miért. Van egy ilyen érzésem. De nem rossz, meg nem is jó, hanem olyan valami baj van. De, vagy nem baj van, hanem bajba vagyok. Ez ilyen határozott érzésem néha, de már rég volt szerencsére. Pár hete volt utoljára ilyen, de akkor ilyen csapda érzésem van. De nem tudom miért. És akkor iszol egy kis bort, hogy feloldodjon ez az érzés? Vagy? Nem, akkor már fekszem. Ez a bor után akkor szokott lenni. Akkor nem szoktál. De hát szenvedélyes, meg túlhajszolt. Ez most illik rám. Na, akkor mesélj, melyik miért? A túlhajszolt azért, mert tehát alapvetően a színházzal kéne foglalkoznom non-stop, de folyton elhívnak ilyen beszélgetések. Amilyen... Bocsánat! Kezdem rosszul érezni magam, nem volt olyan jó ötlet ez a feladat. Csak ügyéskedek. Nem, hát nem tudom, nem tudok nemet mondani, és túl sok olyan, ez most tényleg nem tartozik közék, mert szívesen vagyok itt, és örülök, hogy itt lehetek, mert ma este nem játszom, ami egy kuriózum az életemben, hogy nincs este előadás. Szóval annyi mindent szeretnék csinálni, annyira szeretek mindennel foglalkozni, ami van, a pocket, a színház, az írás, a játszás, és 1 millió ötletem van, hogy miből írnék darabot, folyamatos, tehát legalább 30 könyv van egyszer, amit fellapozgatok, és foglalkozom kéne valamivel, tudom, tegnap
percre le kellett adjak egy szövegkönyvet, és így megláttam a polcon a Narcissus és Goldmund a Hermann Hesse-től, és basszus, nekem ebben most muszáj belelapoznom, és akkor így ilyenekkel megy el fél órám, de nagyon jó volt. Meg talán azt is megoszthatjuk veletek, hogy az előbb mondtad Gárdos Péternek, hogy pont elolvastad a könyvét egy olyan ajánlással, a Hét mocskos napot, hogy ebből lehetne valami színházi darab, és hogy nagyon szeretted. Mert igen, a Libri, aki megjelentette a könyvét, ő odaadták nekem, hogy tudunk-e rá valami színházat kitalálni, de hát annyira, nekem nagyon-nagyon tetszett ez a könyv. Ez iszonyatosan jól ír a Péter, már elment szerintem, de szívesen, ettől függetlenül is szívesen dicsérem, hogy nem hallja, mert meglepően jó ez a könyv. Én a Hajnali Lászt nem olvastam, de majd sort fogok rá keríteni egyszer. De hát annyira filmes, hogy én mondtam, hogy egy hangos könyvet szívesen csinálok majd belőle valamikor, de nem mindegy, szóval az nagyon jó. Szenvedélyes, hát én szenvedélyes alkat vagyok, vagy típus, nagyon könnyen vagyok szerelmes, iszonyatosan kevés pihenéssel jól vagyok, és mindenben szeretek nagyon-nagyon mélyre belepörögni. Ez az is van, hogy nagyon könnyen unatkozom is dolgokon, és akkor azt elhagyom, vagy leszedem. De ez most főleg, hogy itt a tavasz, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, én annyira örülök neki. Én olyan, tehát reggel fölkeltem, és ki lehetett nyitni az ablakot. És besütött a nap, hát nagyon jó volt. Nagyon jó érzés volt. Szóval nem tudom, én szenvedélyes típusnak tartom magam, de lehet, hogy ez így béna ezt így mondogatni, szóval nem tudom. Egyébként nagyon vicces, mert bár nem rólam szól ez a beszélgetés, sokkal inkább rólad kellene, hogy szóljon, de hogy amúgy nagyon sok szempontból hasonlítunk. Ez a túlhajszoltság nekem is mostanában kezd egy előtörni, azért szerintem a barátaim most biztos bólogatnak, hogy azért én is kicsit többet vállalok, mint kellene, és a szenvedélyesség is egyébként alapvetően passzol. Úgyhogy lehet, hogy ezért van az, hogy téged egyébként évekkel ezelőtt fedeztenek föl valami interjú kapcsán, és amúgy nagyon sok ilyen interjút meghallgattam veled. De aztán a nagy áttörés az nyilván akkor történt meg, amikor a Pockettel kapcsolatban is kerültünk, hogy valami közös olvasás népszerűsítő projekt kellene, aztán mégis a Pocketbe én nem szálltam bele, mert mégis nem beszéltünk. Még. Remélem egyszer lehetek nagykövet, viszont ne is erről beszéljünk, inkább arról, hogy tehát gyakorlatilag tavalyi évben mindjárt egy éves lesz a Pocket. Egy évvel ezelőtt hoztátok létre, ugye szimbolikus, hogy József Attila születésnapján jött ki, azt hiszem, az első automata, vagy legalábbis akkor indult a kampány, hogy neked az életedben József Attila elég fontos szerepet játszik, de erről is majd beszélgetünk később, mondhatni. És azóta már azért hát hatalmas a siker, én imádom ezt a projektet, tehát szerintem egész más szólít meg egyébként, mint a Nincs időm olvasni kihívás, de azért szerintem van sok ember, aki mindkettőt követi. És hát most már 12. kiadványnál tartotok, aminek ráadásul Hosszú Katinka a nagykövete, aki azért egy egész nagy név, mondjuk azt. Egyrészt őt hogy sikerült megszerezni, másrészt gondoltad volna-e, ez a legborzasztóbb kérdés, tőlem is mindig ezt kérdezik, hogy gondoltad volna-e, hogy ekkora siker lesz a Nincs időm olvasni kihívás, Hasik, gondoltad volna, hogy ekkora siker lesz a Pocket? Hát én igen. Tulajdonképpen csak én hittem benne szerintem. Tehát a Grecsó Krisztián így utólag bevallotta, hogy nagyon jó barátok vagyunk, ezért nem akartam mondani, hogy ennek semmi értelme nincsen. És végül is volt rá ideje, hogy velem így szórakozzon ezen. Aztán én tudtam, hogy sikere lesz, mert itt nem csak az olvasásról van szó. Ott még nagyon sok mindenbe kell javulni, mert én alapvetően szeretném, hogy ez mindig szép irodalomról szóljon, és arról is fog szólni. De nagyon nehéz most a szép irodalmat jól prezentálni, még saját magam előtt is. Néha, tehát most mindenki olvassa a Harari-nak ezt a Homo sapiens, meg Homo Deus-t, meg a, nem tudom, most a Barabási Albert László könyvét, vagy a Flow-t, a Csíkszentmihályitól. Most valamiért inkább ilyen a hangulat a mindennapoknak, és nehéz mondjuk egy Hajnóciba belekezdeni, vagy Krúdiba még, vagy, tehát ezekben nehéz most úgy. Nehéz a Pocketet úgy csináljam, hogy szép irodalom legyen, és közben így falja, aki olvassa. Ezen töröm a fejem választásilag, irodalmilag. De hát ez nekem az az álmom, és ez kezd létrejönni, ami kicsit neked is, hogy ez a Pocket az nem az olvasás üsön eszébe az embernek, hanem a közösség. Mert egyszerűen mindannyian erre vágyunk, hogy egyszerűen a magyar nyelv zseniális. A magyar emberek szerintem zseniálisak, csak kicsit meg vagyunk úgy ijedve egymástól, meg vagyunk szeppenve valami furcsa közhangulat miatt, és ezt egyszerűen föl kell borítani ezt a falat, és azt kell mondani, hogy gyerekek, itt vagyunk egymásnak, kilóg a zsebünkből vagy a kezünkből ez a kis színes könyv, és
és felesleges egymást sárral dobálni. Meg a... Tehát egyszerűen tenni kell, hogy legyenek jó dolgok, legyenek ölelkezések, összemosolgások. És ez nekem a... Tehát nem lehet konkrétan megfogalmazni, ez egy hangulat. És ezt a hangulatot szeretném én valahogy átadni a pokettel. Meg nem csak én, hanem akik tulajdonképpen mögötte vagyunk, a stalker csoport, úgymond. Ez egésznek ez a lényege, hogy nincsenek ellenfelek, nincsen az, hogy ő jobb, vagy nem tudom. Egyszerűen gyerekek, egyek vagyunk, nyomjuk, és ne legyen baj. Valami ilyesmit akar átadni a pocket, és azért tudtam, hogy ennek sikere lesz, mert nagy, rengeteg ember vágyik erre Magyarországon. Rengeteg ember, aki azt érzi, hogy valamit úgy adnék magamból másoknak, és egyszerűen nem tudok. Mert valamiben beleütközöm, vagy nem merek. És azok a történetek, ami fölteszik Instára, vagy valamire, hogy utaztam a pocketemmel, és velem szemben ült egy másik pocketes, és összemosolyogtunk, és izé, hát ennél nekem ilyen tök hülye életem van. Annyi hülyeséget csináltam, hogy azt el se tudom mondani, de hogyha lehet, ha erre egy dologra nem azt mondom, hogy büszke vagyok, hanem iszonyatosan örülök, hogy valamit visszaadtam a sok hülyeségből, akkor ezek az összemosolgások. Aztán úgy tűnik, hogy ez hosszú távon menni fog. Tehát nagyon, nagyon jó lenne, ha lenne egy országos hálózata, és nem azt akarom ezzel, hogy átvenni a világhatalmat, meg nem lesz a pocketből politikai párt, de nagyon örülnék, hogyha az egész ország mindenki tudná, hogy a pocket az mit jelent. És hogyha van nálam egy pocket, akkor én mi az a hangulat, aminek én a része vagyok. Tehát valahogy ebbe forgok. Tök jó. Szerintem össze lehetne lassan hozni a Niokot és a pocketet, nem egyébként, mert hogy hasonlóak itt is az üzenetek. Meg szerintem az a titok, hogy az emberek szeretnek közösséghez tartozni. És itt is ez van, hogyha pocket család részei, úgymond, és most láttam is, hogy rendezvényetek is lesz április 1-én, akkor ez itt a reklám helye. Menjetek a hasi szülinapi bulijára. Na de egyébként visszatérve komolyra fordítva a szót, neked melyik a kedvenced? Mert úgy tudom, hogy például Hajnócit, ami talán egyébként a legnehezebb olvasmány a kötetek között, az egyik személyes kedvenced, és ezért is került be a kötetek közé. Hát igazság szerint ezek a kedvenc könyveim tulajdonképpen. Akkor nagyon örülök, mert Szerb Antal utas és holdvilágjával indult, tehát ott a szívembe zártam a kezdeményezést. Hát az számomra érthetetlen, hogy miért nem kötelező olvasmány az utas és holdvilág. Nem baj szerintem, hogy nem kötelező, mert a kötelezőket nem szeretik, tudod, a gimiben sokan. Ebben és úgy tudom, te se szeretted, és én is szerettem őket. Ebben van valami. Hát, ugye, mint említettem, a Grecsó Krisztiánnal csináljuk kettesben a válogatást. Most már annyi olyan nagy a pocket közösség, hogy tudunk figyelni arra, hogy ők mit szeretnének. Most a 21-én fog kijönni a következő könyv, amit elrontottam, mert nem mondom el, hogy mi lesz, mert majd meglátjátok, meg lesz hozzá egy tök jó ilyen egész várost behálózó játék. Így lesz bemutatva, mert csináltuk a randi térképet, nem tudom, láttátok-e, a Hosszú Lépés járunk csapatával, iszonyatosan jó fejek. Annyira rendes emberek, és ők megkerestek engem, hogy dolgozzunk együtt, hogy ők megcsinálják a pocket eseményeket, kitalálják, és nekem ez nagyon-nagyon jól esett, és nagyon szeretem őket tényleg. És unblock a pocket miatt annyi jó emberrel találkoztam. Tényleg. Most 20 vidéki városnak a polgármesterével találkoztam az utóbbi egy hónapban. Az összes egyetemi várost bejártam. Nem volt rossz találkozásom, azt képzeljétek el. 20 polgármesterből 20 ötcsillagos élmény volt. Nagyon-nagyon-nagyon jó volt. És legkülönbözőbb, tehát nem volt hasonló se. És nekem ez annyira megnyugvás volt, mert bár apukám nagyon sokat dolgozik vidéken, szegény helyeken, de nekem az utóbbi időben a színház miatt nagyon ilyen vízfejű lettem én is, mint az ország, és nem nagyon láttam Budapesten kívül. És most, hogy mit tudom én, gyöngyösi polgármester, úgy hívják, hogy Hisz György, hát zseniális egy figura volt. Bementem, és mindenkihova úgy mentem, hogy elnézést, polgármester úr, 5 perc alatt elmondom, hogy mit szeretnék. 2 óra után magyarázta nekem, hogy a zsája teját így kell összefőzni a izével. Tök magolajat mindig tegyek. És akkor elkezdte így mesélni, hogy miket csinál. És akkor mondja, nagy, ilyen köpcös, bajszos ember, iszonyatosan édes, jó találkozás volt, és akkor mondta, hogy hát láttam a... Valaki Facebookon föltett egy YouTube videót, hogy Amerikában összenyitották a óvodát meg a öregek otthonát.
Hát fölhívtam az öregek otthona igazgatóját. Józsi, ne nyissuk össze az óvodába. Gyurikám, te vagy a polgármester. Nyissuk. És összenyitották. És így, ennyire így. Tehát ilyen találkozásaim vannak. De mind, tényleg az összesre jót tudok mondani. Miről beszélek egyébként? Már én is elvezettem a fonalat. Bármiről, amiről szeretnél. Jó, szívesen. Igen, pocket. Szóval a hosszú lépés járunk. Csapata megtervezi nekünk 21-ére a bemutatót, ami egy ilyen játék lesz. És akkorát bénáztam, mert egy olyan szerzőtől fog megjelenni valami, aki írt nagyon komoly könyveket, de írt nagyon vicces könyveket is. És ezeket mindig kiadják, de a komolyat meg a vicceset sose adják ki együtt. Én meg úgy gondolok az egész életre, hogy ilyen, ezért megkértem Kemény Istvánt, akit ugyancsak nagyon szeretek, hogy írjon hozzá egy előszót, amiben leírja azt, hogy ilyen az élet. Hogy ezt össze lehet kapcsolni, ezt a két könyvet. És megírta az előszót, és kiderült, hogy a két könyv nem fér bele egy pocketbe. Sajnos, ezért ilyen dupla kiadvány lesz. Tehát mind a kettőben benne lesz az előszó, és így össze lesz kötve a 13-as meg a 14-es. Aztán jön 15-ös, a Hályi Jánosnak az új novellás kötete, amiben vannak benne régi novellák, de nagy része új lesz. Az lesz a címe, hogy... Elmondjam a címét? Elmondom. Az lesz a címe, hogy Stretch. És főleg ilyen... Az lesz a téma, hogy miért baromi nehéz együtt maradni. Tehát tulajdonképpen ez a közös szál benne. És aztán egy éve csinálunk egy versválogatást, ami szerintem gyönyörű lett. Én nagyon-nagyon-nagyon büszke vagyok rá. Ami nehéz, hogy 120 vers lesz benne, és képzeljétek el, hogy ez 120 költő e-mail címének az elkérése. 120 költővel szerződés, 120 költőnek ki... Tehát ezek is amúgy jó találkozások voltak, de hát a költőkre nem jellemző ez a gyors válasz. És... Én rám sem jellemző, nagyon rosszul e-mailezek, meg nagyon sok e-mailt kapok, és általában nem tudok válaszolni. Neked válaszoltam tegnap. Nekem szoktál, úgyhogy akkor kitűnhetek helyzetben vagyok. Igen, mert nagyon sokan ilyen hosszan írnak, és arra nagyon nehéz válaszolni. Te röviden és velősen, és neked egy szívecskével lehet válaszolni. Várj, itt most a félreértik. Mert most, ha Miskolci polgármester titkárnője ír egy nagyon hosszú e-mailt, neki nem válaszolhatok egy ilyen jelen, mert nem érti. Szóval jön a versválogatás, szerintem az tényleg nagyon remélem, hogy tetszeni fog nektek. Annak én leszek a nagykövete. Megengedtem magamnak. És az lesz a címe, hogy a szarvas se változott fiú kiáltozása a titkok kapujából, mert ez az én életemnek az egyik legfontosabb írása, meg legfontosabb színházi élménye. És aztán nagyon sok jó cím lesz. Tényleg sikerült olyan címeket megszerezni, ami valamiért a kiadók aranyosak velünk, és ezért tudtunk olyan kortárs címeket szerezni, ami miatt nagyon boldog vagyok, és az talán segít majd abban, amit mondtam az elején, hogy ne csak egy szép, tehát egy tényleg komoly olvasmányélmény legyen a buszon is. Ilyen. Valószínűleg a kiadók azért kedvesek, mert látják ennek a fontosságát, hasznosságát, meg ezt a nagy hype-ot is, ami gyakorlatilag körülötte van, nem? Mert hogy ez is benne van. Mert nem lehet egyébként egyszerű kiadókkal egyezkedni, sőt az elején meg mesélted is, hogy azért itt a jogokat is meg kell nézni, mik jártak le, mik nem jártak le, miket lehet kiadni. Hát nem tudom, ez mennyire érdekel titeket, de úgy van, hogy egy szerző halálától fogva 70 évig még van jogdíja. Tehát aki 1949-ben halt meg, neki idén még van jogdíja, tehát valakinek fizetni kell azért, hogy megjelentest, aki előtte, neki már nem. És ezek a jogok nem úgy van, hogy gondolsz egyet, és megjelentetsz valamit, és kifizeted, hanem majdnem mindenkinek a joga egy kiadónál vannak, aki azt elvileg semmi pénzért nem adja oda. És hát ez egy tulajdonképpen ilyen még nem is volt a magyar irodalom történetben, hogy ilyen elmegyek én egy kiadóhoz, mondjuk Európa kiadó, és azt mondom, hogy tudom, hogy nálatok van a jog, de mondjuk 1000 vagy 2000 pocketre hadd vásároljam meg tőletek a jogot. És akkor ki kell fizetni a jogot is, meg a kiadónak a kiesését. Tehát például a Hrabál
Egyébként az a kedvencem talán, a 8-as cím, ez a 9-es cím, a Hrabál, a gyöngét barbárok. Talán azért is az a kedvencem, mert az volt az első pocket, amit úgy döntöttük elő, hogy kiadjuk, hogy én még nem olvastam. És így, mert gyorsan kellett dönteni, és a Krisztián mondta, hogy ez nagyon jó lesz, és már pocketben olvastam el. Jó, nem pocketben, mindegy. És, de nagyon-nagyon-nagyon szerettem, és akkor ki kellett ott fizetni a Hrabált, a fordítót, meg az Európa kiadónak a veszteségét. Tehát jó, jó nagy befektetés. Hát ilyesmi nehézségekkel kell. De hát ez jó, ez tök jó, nagyon szeretem. Viszont nagyon nagy a szórás a kiadók között, hogy van, aki tényleg egy kultúrmissziót folytat, van, akin meg plusztán anyagi szempont. Tehát vannak olyan kiadóvezetők, akik nem nagyon olvasnak. De ez természetes, tehát nincs ilyen ellenérzésem ezzel, hanem ez furcsa világ, nagyon nagy a szórás. Ott inkább az üzleti szempontokat veszik figyelembe, vagy veszi ő figyelembe valószínűleg tényleg nem ezt a kultúrmissziót. Na akkor Hasi, mint olvasó, én hallottam egyszer, hogy te a kötelezőket nem szeretted annyira, és ez egy nagyon jó kis anekdota, hogy a nagypapád az Egri csillagokat megvette mindenféle kiadásban, sőt, még igen, rajzolt is mellé. Igen. Hogy olvasd már el, azóta elolvastad? Nem. Okay. Elkezdtem, de Grecsó lebeszélt róla, azt mondta, tényleg? Hogy igen. Most nem egy jó reklám az Egri csillagoknak, bocsánat. Na mindegy. Szóval, hát a Grecsó nekem azt mondta, hogy az, hogy az Egri csillagok nyerte a nagy könyvet, az csak azt bizonyítja, hogy senki nem olvasta el. Egyébként ezzel egyetértünk, igen. De amúgy nem, most nem, abszolút nem vagyok igazságos, mert egyébként nagyon-nagyon szeretem Gárdonyit, és képzeljétek, van egy kéziratom tőle a falamon. A Mondjad Atikám előadásra eljött egy nagyon idős bácsi, 93 éves, Imre bácsi, nem ismertem korábban, és azt mondta, hogy hozott nekem egy ajándékot, és azt gondolta, szia. Semmi, sziasztok. És azt mondta, hogy ha tetszik neki az előadás, odaadja, ha nem. És tetszett neki, hál' Istennek tetszett neki, és odaadta egy ilyen kis olyan borítékban, amiben, hogyha előhívsz fotókat, akkor abba teszik a fotót. Egy olyanba adta oda, de nagyon régiben, és benne volt egy Gárdonyi Géza levél, amit egy, nem tudom, hogy ez törvényszerű-e, hogy nálam van, de minden esetben fönn van a falamon, és arról ír benne a Gárdonyi, hogy valami kitüntették valami díjra, és hogy ő azt visszamondja, mert nem hajlandó elfogadni valamiért. De nagyon annyira gyönyörűen megfogalmazott szép levél. Szóval, jó, most hülyeskedtem ezzel az Egri csillagokkal, de tényleg nagypapám nagyon sokszor, neki élete álma volt, hogy én elolvassam az Egri csillagokat, mint a nevét viselő unoka. De nem valamiért nem jutottam el. De a kötelezőket meg nekem olyan rossz sorrendbe adogatták, hogy meg se próbálkoztam velük egy idő után. Teljesen tehát ilyen szükséges rossz volt az életemben. És akkor jött a 11 éves voltam, amikor először olvastam. 11 éves korom előtt a Harry Pottert olvasta nekem anyukám. Először a harmadik részt, aztán a másodikat és az elsőt, és aztán a negyediket. De úgy összeállt a végére. És nagyon, ezt nagyon szerettem. Még nem volt tévénk, és ezért volt fantáziám. És szerettem. Aztán 11 évesen, ezt kevesen tudják, de én 11 éves koromtól 18 éves koromig minden nyarat Ausztriába töltöttem. Egy osztrák családnál, ahol a szomszédban lakott egy 56-os magyar ember, akit én úgy szerettem, mint a nagypapám lenne. Nem olyan rég halt meg, szegény. Isten nyugosztalja. És ott, mivel úgy tettek ki engem a szüleim Ausztriába, hogy annyit tudtam németül, hogy elephant, és az is kiderült, hogy angolul van egy hosszú idő után. És mindig így kérdezték, hogy akarok-e menni partiba, meg ilyen, hát ilyen zsúrba, vagy nem tudom. És tudtam, hogy ezt kérdezik, de iszonyatosan féltem, hogy amit én válaszolok, az-e, amit én amúgy mondani akarok. És akkor volt olyan, hogy így mindenki elment valahogy, meg ott maradtam egyedül, mert rossz választ mondtam, mert nem tudtam németül. És ott olvastam a vámpírkönyveket. Darren Shan vámpírkönyvek, ami tulajdonképpen mind tizenvalahány rész, minden rész 200-300 oldal. Én 11 évesen minden nap egy egész könyvet kiolvastam. És mondjuk a 11 részt elolvastam két hét alatt, és utána újra. Írtam belőle, anélkül, hogy bárki mondta volna, hogy van ilyen módszer, írtam belőle 40 oldal olvasónaplót,
rajzoltam rengeteget, festettem magamra ilyen jeleket, ami abban is van, és nagyon, nagyon szeretném megszerezni pocketbe, mert ilyen személyes élmény, és kiderült, hogy az Embermark barátomnak is a színházban, neki is ugyanez az élménye, hogy nem olvasott, és jött a vámpírkönyvek, szóval ha sikerül megszerezni a Mórától a jogait, akkor biztos az Embermark lesz a nagy követe. És így kezdődött, és aztán nagyon szerencsém van nekem a szüleimmel, mert ők, mi hatan vagyunk tesók, de most amikor ők nagyon jó szülők voltak, és aztán elkezdtek elválni, és akkor nagyon hülyék lettek. És akkor nagyon sok szomorúságot okoztak az életünkben, meg fájdalmat pár éven keresztül, de ez azért jó, mert itt színész tudok lenni. Mert különben nem lennék színész valószínűleg, hogyha nem tapasztalhattam volna meg, hogy ennyire összetett az ember. És inkább arra térnék ki, amikor ők jók voltak, hogy nagyon-nagyon sok könyv van otthon, rengeteg. És azt más voltam kiskoromban, és csak ülve tudtam aludni. Ha lefeküdtem, akkor nem kaptam levegőt. És ülve aludtam, és apukám csinált nekem ilyen Forma 1-es autót a takaróból mindig, és így mellém ült, és akkor először hogy azt játszottak, hogy autózunk, vagy nem tudom, és aztán meg az ágyal szembe volt a könyvespolc. És az volt a játék, hogy fölismerem-e a borítóról a könyvet. És akkor mondja, hogy a harmadik oszlop, negyedik polcán, a ötödik könyv, az a vastag fehér, az melyik könyv. És akkor tulajdonképpen az egész könyvespolcot megtanultam, habár akkor még nem nagyon olvastam. És most is, hogyha bemegyek mondjuk egy antikváriumban, mert ott lakom a Múzeum körúton, és nagyon szeretek antikváriumokba mászkálni, akkor így messziről így fölismerek egy régről egy borítót. És akkor apa nagyon hamar odaadta nekem Dostoyevskit, meg Pilinszkit, és tehát ilyen 12-3 évesen. Tehát nem túl erős pedagógia érzettel, de annak ellenére, hogy pedagógus egyébként alapvetően. És hát nyilván nem is szippantott be akkor még, és viszont aztán később nagyon hamar eltalált. Tehát 15 évesen jött talán a Bűn és bűnhődés, ami óriási élmény volt. Aztán apukám kedvenc könyve a Félkegyelmű, és vicces, tavaly játszhattam a Félkegyelműt, és még idén is játszom majd, most a hónap végén. És amikor felhívtam apát, hogy Miskin herceget fogok játszani, akkor sírt. Pedig én soha nem hallottam apát sírni, vagy nem nagyon láttam. Az jó élmény volt. Szóval Dostoyevsky, aztán Pilinszky már ilyen 20-as évek, Utas és Holdvilág óriási nagy-nagy élmény volt ilyen kamaszkorom végén. Azt többször is olvastam, és nagyon szerettem. És meggyőződésem, hogy a Bertolucci Álmodozók című filmjét azt az Utas és Holdvilágból loptam. Érdemes amúgy összehasonlítani, nagyon sok zavaróan sok a hasonlóság, de nem hülyeskedek. Álmodozok. És a Tajtékos itt van napok. Van egy kedvenced, na, mikrofonba beszélek közben. Tajtékos napok. Na, ez például a Helikonnál van, a joga a Borisz Viánnak, ahol az M. Nagy Miklós és a Száz Zsolt nevű két óriási jó fejember a vezetők. Most velük például tárgyalok erről, hogy Tajtékos napok, hogy Vörös Sándor. De hát ők például olyanok, hogy ilyen csillogó szemmel néznek rám, meg én is rájuk, mert tudjuk, hogy van valami tényleg közös. Ez nagyon. Ez Tajtékos napok, nagyon szerettem a Murakami Harukit, amikor az bejött divatba. Kamaszkoromban olvastam a Coellótól a Győztes egyedül van című könyvét, és be kell valljam, nagyon szerettem. Tehát ugye most nem annyira divatos a Coelho, nem is merem a könyvespolcomon tartani, hát meg most már lehet, hogy nem is nekem való lenne, de arra emlékszem, hogy az nagy élmény volt. Most már csak Oravec Coellóként azt szoktam hallani a nevét. Ilyen színházi. Egy ilyen szitok szó lett egyébként. Igen, szegény. Pedig szerintem nem tudom, hogy megérdemli-e, bár mindegy, tehát nem tudom. Azt az egyet olvastam, és az emlékszem, hogy nagy hatása volt rám. Hát is tehát nem tudom, így jönnek most a címek. Vörös Sándor Teljesség felé. Nagyon-nagyon-nagyon komoly, fontos élmény volt az életemben. Hát József Attila,
Pont ezt akartam mondani, hogy egyrészt remélem valaki jegyzet el, és majd felírik a csoportba a címeket, mert szerintem csomóan el fogják olvasni ezeket a könyveket. De hogy József Attila például mikor jött, én közben egy személyes kis anekdotát elmesélek, hogy nekem életem színház élménye volt, azután írtam is neked, pedig akkor megszem nem beszéltünk nagyon, a Mondjad Atikám. Gyakorlatilag én még a Víg házi színpadán láttam, de most már a Pesti bejátszott, mert nagyobb az érdeklődés. Amikor gyakorlatilag szerintem vagy 3 órán keresztül színpadon vagy, egyedül, ez egy monodráma, József Attilát látjuk konkrétan a színpadon, szerintem hátborzongató, most így fura mondani, hogy itt vagy mellettem, és most tényleg nem puncsolni akarok, de hogy nekem tényleg egy olyan megdöbbentő élmény volt, hogy szerintem egyébként nem biztos, hogy a Pál utcai fiúkat, hanem inkább ezt kéne nézetni egy csomó gimissel, és még jobban megérteni egyébként Attilát, bár lehet, hogy erősebb, és a Pál utcai fiatalabbaknak szól. De hogy egyébként Attila miért ilyen különleges, és azt hiszem, hogy ennek ledes a szövegét is te írtad, több ezer oldal József Attilát olvastál, hogy ez összeálljon, szóval ez egy jó nagy munka lehetett. Hát először is köszönöm. Nem is tudom, honnan kezdjem. Hát József Attila egészen eszméletlen. Tehát most elérzékenyültem pusztán azért, mert rá gondolok. Szerintem ő annyira az origója mindennek, amit mi elvesztettünk, és amit nem értünk egymásban. Igen, van egy csodálatos ember az életemben, és amióta játszom a József Attilát, minden előadás előtt ír nekem egy részletet tőle. Vagy egy leveléből, vagy valami, vagy róla. De minden Mondjad Atikám előtt ír. Még soha nem hagyta ki. És mindig csak egy szívecskét válaszolok. És most is megint, most Veszprémbe játszom egy ilyen kis bérletben, tegnap előtt játszottam, és megint annyira gyönyörűt írt, egy olyan Vágó Mártának ír egy levelet, és én minden levelét elolvastam, de természetesen felejtem, és olyan jó ezekkel újra találkozni, és azt írja a levélben, hogyha te elkezdesz hidegülni, azt hiszem én is el fogok kezdeni hidegülni, pedig azt gondolom a szeretetről, hogy az nem egy kölcsönösségi dolog. Én nagyon szeretlek téged, te nagyon szeretsz engem, de a kettő között nincs összefüggés. És én nem tudom eldönteni, hogy Mártit szeretem, vagy a szerelmet, ami nekem most Márti formájú. Olyan érzésem van veled kapcsolatban, mint egy gyönyörű gyümölcsfa erdő egy befőttes üvegben. Tudod, és mit lehet? Tehát ehhez képest, hogy bekapcsolom a tévét, és megy az éjjel-nappal a Budapest, hát érted? Csak nem is értem. Tehát, hogy így teljesen kész vagyok ettől. De szerintem ennek humora van, hogy idáig tudunk süllyedni. De hát nem baj. Értve hát, majd... Aztán József Attila megmarad, vagy nem tudom, hogy lesz a Pestiben éjjel-nappal a Budapest 80 év múlva. Valaki megcsinálja-e. Mindegy, hülyeskedek. Hát nekem az volt, hogy mindenféle önsajnáltatás nélkül jó kemény gyerekkorom volt egy időszaka. És aztán volt egy... tehát én alapvetően nagyon szerelmes típus vagyok. És az első kapcsolatom tök nagyon nehéz volt, hogy bénáztam, meg nagyon, nagyon hűtlenek voltak hozzám, és akkor nekem az egész hűség, meg hűtlenség dolog úgy összekavarta az érzeteimet. A mai napig nagyon furán vagyok ezzel az egész témakörrel, és nem is beszélek róla, mert ez mindegy, hát ezért játszom. És aztán volt egy nagyon hosszú kapcsolatom, aminek a vége ilyen teljesen irreális volt. Olyan... Mit tudom, 2-3 éve volt, és az egész föld kifordult alólam. De nem a kapcsolat miatt, meg nem a vége miatt, hanem valahogy egy új képet kaptam az emberről. Nem arról az egyről, hanem az egész emberről. És aztán jött a MeToo ügy, ami minket nagyon szorosan érintett, mert a Marton tanár urat tényleg úgy szeretjük, mint az apukánk lenne. És a szemünkben nem az volt, hogy most van bűn, vagy nincs bűn, mert a lényeg, hogy az apukánk. Nem lehetett máshogy viszonyulni hozzá. És közben pedig ott volt a Pál utcai sikere, a grundélmény, és nekem, tehát mi hirtelen, nem tudok jól fogalmazni, de a lényeg, hogy akkor igazán azt éreztem, hogy bajban vagyok.
ez egy ilyen fura érzetem, már mondtam az elején. És elkezdtem, az Eszenyi Enikő mondta, hogy csinálják valamit a házin, egyedül. Mert én amúgy szeretek nagyon rendezni, csak azt gondolom, hogy a kis Vidnyánszki jobban rendez, én meg jobban írok, és ezért ezt így megtartjuk. De én is mindig belerendezek a közös dolgainkba, meg ő is beleír a cuccunkba, de az, így. És mondta az Enikő, hogy csinálják valamit egyedül, amíg a... Nem, az volt, hogy Hamlet lesz a Vígben. És én már az egyetemen játszottam Hamletet, és mondta az Enikő, hogy az Ati lenne a Hamlet, én meg legyek egy másik szereplő benne. És mondtam, hogy én nem akarok, mert nekem nagyon rossz élmény volt az egyetemen. Tök mindegy. És mondta, hogy jó, nincsen semmi baj, akkor csinálj valamit egyedül a házin, ha van kedved. És akkor a Kishercegen gondolkoztam, de aztán arra gondoltam, hogy én lehet, hogy azt, hogyha sikerül, és 500-szor kell játszani vasárnap délelőttönként, akkor megőrülök. És akkor így lapozgattam tovább, és pont akkor volt ez a nehéz időszak, és jött József Attila, akit már akkor is ennyire szerettem. És kísérteties volt, nagyon sok minden hasonlóság. Apa, anya, 6 testvér, a szerelmek, az évre lebontva, hogy mikor, mi történik vele, nagyon-nagyon sok kapocs volt. És rájöttem, hogy tulajdonképpen el tudnám úgy mesélni az egész életemet, hogy az ővéről beszélek. Tulajdonképpen a megőrülésig. És elkezdtem anyagot gyűjteni, és tulajdonképpen nyár alatt írtam, de nagyon jó volt vele foglalkozni. Balatonon írtam, Révfülöpön, napi sok száz oldal olvasás és jegyzetelés, de ezek mindegyik nap teljes extázisban telt ezektől a szövegektől, amiket találtam, és fölismertem, és megértettem. Most szerintem, hogy egy ültőhelyemben egy napig tudnék mesélni idézetekről, meg találkozásokról. Amíg hirtelen így pofán csap, hogy miért nem értjük. És még most is van, hogy mondom az előadásban a szövegeket, és közben esik le, hogy ja, ez az. És ez sokszor van ilyen. Például van a József Attilának a József Attila című verse, ami nincs benne az előadásban, és már nem is tudom szó szerint idézni. De hogy valami olyasmi a szöveg, hogy vannak, akik autóval, meg repülővel is gyalog vannak, és én csak a pacsirták hajnali énekében fekszem, és mégis átjutottam a szakadékon. Hány évesen írtam? 16? 17? Nem tudom. Bírom, hogy hallgatunk téged, és így kongen megfagyott a levegő, és így síri csönd van, és senki nem, mert még tűzszendeni sem szerintem. Hát jó sokáig tudnának még kérdezni, meg hallgatni, de hát mivel megint csak időz vagyunk szorítva, van-e kérdésetek? Bármi bizonyára van, de ki az, aki először mer kérdezni? Jövök először a fiúk. Adok egy mikrofont, hogy mindenki hallja. Én azt szeretném kérdezni, hogy ugye mondtad, hogy 20 polgármesterrel találkoztál vidéken, hogy kikkel sikerült így megállapodni, hogy vidékre is elkerüljön, mert én mondjuk személy szerint nem vagyok pesti, és annyira fura, hogy tényleg minden csak itt Pesten van. Tehát úgy néz ki, hogy tehát tulajdonképpen nyílt kártyákkal játszom, tehát tök szívesen elmondom. Egy automata nettó 2 millió forintba kerül. Én minden polgármesternek azt mondom, hogy adjon bele, amennyit tud, vagy szeretne, és a többit megpróbálom összeszedni a MI minisztériumból, az MMA-tól, stb., ami nagyon nehéz bürokrácia van ott, és én ahányszor ilyen dologgal foglalkozom, mindig érzem, hogy nekem nem szabadna ilyen dologgal foglalkoznom, de az van a fejemben, hogyha meg lesz a 20 vidéki automata és Pesten 10, akkor én ezzel az én misszióm véget ért, és én többet pályázatot ilyen dolgokat nem adok be. Nem tudom, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, ami Budapest, vagy Magyarország, tulajdonképpen az emberség központja kéne, hogy legyen, az olyan, mint egy Kafka regény. Tehát egyrészt paternoster van, tehát nem lift, hanem ilyen paternoster, belépsz, és minden irodából nyílik 3 ajtó. Ott bemész, és abból is 3, és abból is 3, és ilyen
asztalok mögött, tehát úgy, és tényleg ilyen nagy papírstócok aktákkal, és az akták között van lyuk, és ott vannak arcok. És ezek az arcok felelnek a magyar kultúrának a finanszírozásáért, meg tulajdonképpen ők döntik el, de hát egy virág nincsen szegényeknél, tehát egészen eszméletlen. Tehát ilyen helyekre kell majdnem minden nap mászkálnom. Kérdésedre válaszolva, még az a nehézség benne ezen túl, egyébként nagyon sok, amit mi a színházban viszonylag sok pénzt kapunk ilyen jogdíjakért. Tehát mondjuk az Attilával ketten egy harmadik havi fizetést mondjuk összeszedünk egy hónapban, de az mind megy bele a pocketbe, mert nincs családunk, én a színészházban lakom, és nincs mire költsök igazából, csak kajára költök. És de azt is sajnálom általában. És meg nem is szeretek annyira enni, mert elfáradok tőle. És hát megy bele a pocketbe is, de hát kell azért zsé, és az a lényeg, hogy vidékre, hogy letegyünk egy automatát, ahhoz nem lehet egy város, hanem egy autópályán, vagy egy forgalmasabb autóúton három várost egyszerre kell lerakni, mert úgy vállalja az automata feltöltő vállalat. Tehát például első között egyeztem meg Veszprémmel, de ahhoz nekem a Székesfehérvár és Szombathelyel is meg kell egyeznem, azok meg még székesfehérvári polgármesterhez csak aztán április 25-re kaptam időpontot. Az nincs az első találkozás, és mire abból automata lesz, az még jó hosszú idő. De első között egyeztem meg a tatai polgármesterrel, aki ugyancsak iszonyatosan aranyos volt, de ahhoz, hogy Tatán letegyük, ahhoz kell Győr meg Komárom, vagy Tatabánya. Tehát így van, de úgy tűnik, hogy az az országrész, tehát ez az fog először sikerülni. Péccsel is úgy tűnik, hogy sikerült megegyezni, de az kell Paks meg Szekszárd, vagy Dunajváros meg Szekszárd, vagy Siófok Kaposvár. És tehát ilyen, ez aztán Cegléd, Szolnok, Miskolc, Eger, Gyöngyös, ezek elég jól állnak. Szegedet mondtad? Szeged nagyon nehéz, mert nagyon szeretném, de ugye a szabadtéri az egyetlen kontaktom, mert ott azt hiszem nagyon kevés nem jobboldali város van, azt hiszem Szeged baloldali vezetésű város, ezért aztán semmi kapcsolatuk nincs a semmivel, és nem is, szegények nem is nagyon tudnak dönteni, pedig Szeged nagyon jól csinálják valószínűleg, mert nagyon-nagyon jó város Szeged, én nagyon szerettem ott lenni a nyáron. Szóval tényleg játszott el a szabadtérin, Rómeót játszott el a szabadtérin, igaz? Igen, az nagyon jó volt. Annyi halászt létettem. Iszonyatosan sokat. Teljesen. Tehát így néz ki. Na. Kérdés? Megint megyek? Jelentkezett? Ági kérdezte, hogy Hosszú Katinka lett a következő nagykövetetek, és arra a kérdésére nem válaszoltál, hogy hogyan sikerült megszerezni. Hát ő volt az egyetlen, akit nem mi kértünk fel, hanem egy közös menedzser tulajdonképpen, aki van egy lány, akinek nagyon-nagyon jó kapcsolatai vannak, és az a missziója, hogy embereket összeköt, meg jó dolgokat. És akkor megkeresett minket egyszerre a Katinkával, hogy milyen jó lenne, hogy ő látja maga előtt, hogy mi ülünk egy asztal mögött, és egy pocketet bemutatunk. És akkor találkoztunk a Katinkával, akibe egyébként kb. Így teljesen belezúgtam így emberileg, mert annyira jó fej, iszonyatosan jó fej csaj. Tehát nagyon örülök, hogy találkoztam vele, és megyek is tanítani hozzájuk, úgy néz ki ebbe az Iron Swim iskolájukba, tartok majd ilyen stalker sulit. Szóval nagyon így, és megbeszéltük, hogy az ő neki is van kedve, nekem természetes, hogy volt, és hát így alakult. Vannak olyan helyzetek, nem, amikor embereknek találkozniuk kell, és ha ehhez az a harmadik kellett, aki összekötött titeket, akkor tök jó, hogy egy ilyen projekt lett belőle. Amúgy ez nagyon vicces volt, hogy készült egy olyan kép, hogy a víz alatt olvassátok a poketet. Erről mesélj már, Léci. Hát, két poketet beáldoztatok, hát, egy rész, meg gondolom nem vízálló. Nem, iszonyú kreatívak vagyunk, ez így. Már önmagában az is, hogy a Csodálatos Tenger című könyvhez választottuk a Katinkát, mert ez is hatalmas fantáziára. Fantáziára utal.
Hát hogy elmesélem szívesen, oda mentem a Duna Arénába reggel 10-re, ami nekem egy ilyen teljesen irreális időpont. De így sejtettem, hogy ott ilyen nagyon komoly kigyurcsávokkal fogok találkozni, tehát nem ettem előző este, meg edzettem. Elmentem edzeni is. Most így ez az egy edzés nem sokat segített. De hát így oda mentem, vittem fürdőköpenyt, és ők még úsztak, még volt pár perc az edzésből, megismertem az edzőjét, akivel azóta ebédeltünk egyet, hogy ilyen közös dolgokról beszéljünk, nagyon aranyos csávó is. Pont a tegnap írt, hogy elolvasta a kötetemet, pont tegnap. Még nem is válaszoltam neki, nem, hogy válaszolt. Egy szívecskét. Most jutott eszembe. Nem, mert a SMS-t írt. Tényleg, tegnap a nőnap volt, Isten értesen benneteket, és a Zoltánokat is, hogyha van körünkben. Úgy csinálom, hogy nekem van egy ilyen Nokia-m, egy nyomógombos, meg egy iPodom. És mindenki azt hiszi, hogy iPhone-om van, és ezzel így megfenyegetnek emberek. Nem tudom pontosan miért. De hogy ez azért jó, ezt a kisvinyászkival itt csináljuk évek óta, mert ez az iPod ugyanazt tudja, mint egy iPhone, csak nem lehet rajta telefonálni, meg internetezni napközben. Tehát az a lényeg, hogy nem nyomkodom, mert nekem, amikor okostelefonom volt, akkor tök függő voltam, teljesen. Néha fél évente egyszer veszek magamnak, hogy GPS, meg ilyen, de aztán mindig elkezdem nyomogatni, és akkor kidobom. Vagy valamelyik tesó megkapja mindig. És egyáltalán nem tudom, hogy miért beszélek ma ennyit, de lehet, hogy rég beszéltem, és most jól esik. Szóval oda mentem az edzésre, és hát egészen fantasztikus hangulat volt. Tehát annyira pörögnek, annyira jókedvűek, és rájöttem, hogy nekem muszáj velük többször találkozzak, elmenni, edzeni velük, meg ilyenek. És hát oda vittem pár poketet, bementünk a vízbe, a szerb edzőtársa, egy Lázár nevű fiú, lejött velünk egy ilyen vízálló kamerával, és akkor ott 10 percet fotózkodtunk, meg videóztunk, de jó élmény volt, meg remélem lesz még ilyen. Igen, az úszása jól állsz? Szerettél úszni? Nem most először voltál így. Nem, sokat járok úszni. Nem mondom, hogy a Katinkát elsőre leúsztam. Mert a Vígszínházban kapunk ilyen kondibérletet, hogy ilyen nem kedvesek, csak presszionálnak, hogy nézzél ki jól. És ott van, én most már 3 éve járok, de a konditerem részben még csak 2-szer voltam. Én szaunázni járok oda, mert azt nagyon szeretek. Szoktam poketet olvasni szaunába egyébként. Meg úsz, van egy kis medence is, és ott nagyon sokat szeretek úszni, mert apukám ilyen vízálló MP3 lejátszót kapott a testvéreimtől, és ő utál úszni, tehát nem tudom, hogy miért vették ezt neki a testvéreim, de cserébe én megkaptam, és így olyan hangos könyvet szoktam hallgatni víz alatt. És nagyon jó. Van nekem a kedvenc, valaha volt számomra a legfontosabb hanganyag, az a Lírai Report Pilinszky Jánossal, ami egyébként egy videóanyag a YouTube-on. Ajánlom figyelmetekbe, nekem az abszolút prioritás. És azt letöltöttem, és már nagyon-nagyon sokszor meghallgattam víz alatt, mert óriási élmény, főleg amióta rájöttem, hogy az úszó szemüvegbe ki lehet nyitni a szememet teljesen. És mert eddig ilyen klóros szemmel úgy úszkáltam, és aztán az úszószemüvegbe rájöttem, hogy teljesen olyan, mintha egy ilyen víz alatti birodalom is az enyém lenne. És hallgatom a Pilinszkit, ahogy így mesél, és közben ott ebbe a víz alatti birodalomban menni, és így látni a lábakat, meg ezt nagyon szeretem. Zseniális ez a kép, látom magam előtt. Kérdés? Senki? Tuti? Oda megyek, jó, senki nem rohan. Ha már az automatákról volt szó, és a telepítés költségeiről, indult ugye egy adakozás a legújabb automata telepítéséhez. Az egyrészt hogy áll, másrészt hova fog kerülni, hogyha sikerül? Köszönöm, hogy eszembe jutottad. Úgy néz ki, hogy március 14-én fogjuk felavatni, tehát jövő héten, csütörtökön, a Batthyány téren, a Hév megállóban. És ugye rajta lesznek az adakozók nevei, de lehet, hogy aznap már 3 vidéki automatát is egyúttal tudunk avatni, tehát egyszerre 4-et. Igen,
tehát március 14 a automata, 21 a következő pocket kiadvány, április 7 az első születésnap a Momkultba, még van pár jegy, hogyha van kedvetek eljönni, kb. 100 jegy még van. És áprilisban 3 kiadvány is megjelenik. Április 18-án a Premier Kult Café, 15-én a Premier Kult Caféban beszélgetünk kortárs orosz színházról és irodalomról a Kisvidnyászkival, meg a Juhász Annával, meg az M. Nagy Miklóssal, meg a Kozma Andrással. És azt hiszem, ennyit tudok fejből. Kérdés? Itt vagyunk mérlel. Köszönöm, Ági. Azt szeretném kérdezni, mert olyan sokat láttuk, vagy hallottuk, hogy az irodalommal foglalkozol, és kiskorod óta olvasol, hogy akkor a író is vagy, vagy leszel, vagy, és hogyan lettél színész? Mert lehet, hogy aludtam, amikor ez volt. Nem, hát még van időnk ez? Persze. Vagy nem tudom. Olyannyira író vagy, hogy itt van a köteted, amit hoztál. Remélem, ezt nekem is adod, nem csak mutatni hoztad, mert hogy nincs meg. De hogy ugye nem olyan, nem, régen olcsó, jelent. De... nem olyan régen jelent meg, és ez szintén egyébként a saját projektjeidre, tehát úgy jelent meg, hogy a saját projektjeidet finanszírozott belőle. Na de ha már a pocketet, író, ebből meg hit. A pocketet. Igen, hát most már. Én egyébként egyáltalán nem tudom, hogy mennyi pénzem van. Mert hogy nem sok, azt tudom, de úgy értem, hogy nem, tehát nem annyira nem tudom ezt követni, ezeket a dolgokat. Most kaptam egy e-mailt, hogy a UPC-nek be kell fizessek pénzt. Hát, persze. Tudom. Teljesen jó. Hát, tehát jártam gimiben egyetlen egy embert, sok embert szerettem, de az közösség miatt jártam be, az órákon nem annyira érdekeltek. Viszont nagyon volt egy iskola pszichológus, aki nagyon jó filozófia órákat tartott. És én jártam hozzá iskola tanítás után, néha órák helyett bementem hozzá, és ő filozófiáról mesélt nekem. És nagyon-nagyon megtetszett, ilyen 13-14 éves koromban. Aztán elkezdtem hittanórára járni a Kozma Imre atyához, és néztem a Heti Hetes című műsort. Vasárnaponként nagyon szerettem, nagy hatással volt rám az ő gondolkodásuk, és azok az emberek. És én ez minden nap írtam egy olyat, hogy hasi.blog.hu. Még a mai napig meg lehet egyébként találni. Minden nap írtam, csak akkor még Y-nal írtam a hasit. Ne kérdezzétek, hogy miért. És aztán volt egy időszak, amikor már inkább a való életre koncentráltam, és kevesebbet írtam. És akkor is minden nap fontos volt, hogy írjak a blogra. Nem hagyhatom el a népes hétfős rajongótáboromat. És, de akkor már csak ilyen szavakat írtam egymás alá, hogy ne felejtsen, mint egy ilyen napló. És aztán 17 éves koromig ezt így írtam, de nagy hangsúlyt fektettem a képekre, zeneválasztásra, ilyen titkos dolgaimat elrejtettem benne. Tehát tudtam, hogy melyik, mondjuk ha beleírtam azt, hogy rózsaszín szó, az jelentett nekem valamit, és tudni, tehát ilyeneket elrejtettem. És megkeresett az írók boltja 17 éves koromban, hogy ők fiatal költőknek így kiadogatnak dolgait, hogyha kicsit összekapnám magam, akkor ebből lehetne egy kötet. És akkor így megjelent a kötet. És akkor nekem ilyen 12 éves koromban kezdtek el válni a szüleim, és 18 éves koromig én csavargó voltam. Tehát a szó legjobb értelmében semmi más dolgom nem volt, mint hogy járjam a várost. És amikor McDonald's teraszon ott hagyta a kaját, azt megettem, a Mátra borozó volt a törzshelyem, a Corvin közben, pont most vittem el oda a Kisvidnyászkit pár nappal ezelőtt. Nagyon vicces történet volt. Csak csúnya szavakkal tudnám csak elmesélni, mert idéznem kéne öreg bácsiktól, akik nem szépen beszéltek, de vicces volt, majd egyszer elmondom, ha bátor leszek. És tehát csavarogtam, és nagyon sok mindennel akartam foglalkozni, pszichológia, tanár, pap is akartam lenni egy időben, szociális munkás, de attól meg valamiért féltem, a szüleim azok voltak, stb. És akkor volt a Pesti Színházban egy előadás, amit megnéztem, és rájöttem, hogy na nekem ezzel kell foglalkozni. De előtte nem szerettem a színházat, mindig unatkoztam. Most is egyébként általában unatkozom, hogyha nézek színházat. Ritkán van, hogy nem. És akkor kitaláltam, hogy én színészettel akarok foglalkozni, és akkor felvettek a színműre.
ott a szarvassá változott fiú előadás volt az elsőben, amit idős Vidnyánszky Attila rendezett, és idősebb, és az volt rám akkora hatással, hogy rájöttem, hogy ez a színház, ez sokkal több, mint amit általában az emberek hisznek meg, gondolnak róla. Hogy ebben akkora hatalom van, mint talán semmi másban. Hogy ez tényleg egy templom. Így voltam, de akkor még nagyon képzetlen voltam, és egészen negyedikig én nem tudtam, hogy hogy kell játszani. Nem kattant át a fejemben. Ezért is csináltam a Stalker sulit, hogy ezt a kattanást előre hozzam a gyerekeknek. És negyedikben jönnek a gyakorlati évek a színműn, és akkor már dolgozhatsz magadtól, amit szeretnél. És a kis Vinyánszkyval már akkor is legjobb barátok voltunk, és mondta, hogy Shakespeare jelenetek voltak harmadikban. Bármilyen Shakespeareből lehetett jelenetet vinni, csak az volt a lényeg, hogy valaki halljon meg benne. És a kis Vinyánszkyval csináltuk egy nagy Athéni Timon jelenetet, és a Hegedűsdé Géza osztályfőnökünk oda súgta az Attilának, hogy Attikám, olyan szívesen játszanék majd Timont nálad. És akkor eldöntöttük, hogy az lesz az első darabunk, az Athéni Timon. És akkor olvastuk a fordításokat, és az Attila megkérdezte, hogy a Hasiát te régen írtál, nem akarsz-e az Athéni Timonnal újra fordítani, vagy? Mert angolul viszonylag normálisan beszélek, elephant. És rájöttem, nagyon sok dologra rájöttem, hogy a drámaírók általában, vagy manapság mit rontanak el nagyon sokszor. Főleg az, hogy kerek mondatokban fogalmaznak, és csak az egyes megszólalásokat írják meg nagyon jól, de maga az, ha egyben nézed, nincs dinamikája, nincs egy ritmikussága, és mivel én színész vagyok alapvetően, ezért tulajdonképpen a saját számra tudtam írni ezeket a szövegkönyveket. És alapvetően én tragikus szerepeket játszom általában, tehát majdnem minden szerepem meghal. Egyébként ezzel hakniztam ezzel a történettel, mert tavaly minden eddiginél többször haltam meg. Vígszínházi rekord halálom volt. Majdnem 200-szor haltam meg tavaly. Nem tudom, hogy ennek milyen hosszú távú következményei vannak az egészségemre. De írni viszont nagyon a humort szeretem. Nagyon, nagyon jól elszórakoztatom magam otthon a laptopommal. Nagyokat szoktam röhögni a saját hülyeségeimen. És így alakult ki ez a kettősség. De tulajdonképpen színészként is és íróként is az ember, Stalker csoportként is valamiről beszélni akar. Tehát nagyon közel áll egymáshoz egyébként a színészet, meg az írás, ha az ember el tud benne jól mélyülni. Így. Na hát időnk nem sok maradt, úgyhogy maximum egy utolsó kérdés, de ha nincs, presszionálnak titeket, akkor nagyon szépen köszönjük Hasinak, egy óriás tapsot szeretnék neki.